A Borsodabor az Zemplén megye rendőrfőkapitányság balesetmegelőző bizottsága és az Encsi rendőrkapitányság balesetmegelőző bizottsága először megszervezte a mezőgazdasági versenyt, ahol elméleti és gyakorlati tudásukat tudták bizonyítani a gépjármű kezelők, illetve a vállalkozók által delegált mezőgazdasági dolgozók. A mai napon 17 versenyzők volt, akik sikeresen teljesítették a mai alkalmat. Azt kell mondjuk, hogy ügyesek voltak és nagyon jól szerepeltek ezen az alkalmon. A verseny elméleti és gyakorlati feladatokból tevődött össze. Az elméleti rész is két részből állt. Volt egy 40 kérdéses kreszteszt, minden kérdésre 1 perc volt az időkeret. Összesen 40 perc alatt kellett teljesíteni ezt a feladatot a versenyzőknek. Aki a legjobban, legkevesebb hiba ponttal töltötte ki a tesztet, az végzett az első helyen. Ennek az elméleti versenynek a másik része egy összepárosítós feladat volt, ahol képeket kellett összepárosítani egymással. Azt kellett észrevennünk a versenyzőknek, hogy milyen szabályok alapján tartoznak össze ezek a képek. A gyakorlati feladat tulajdonképpen szintén két részből állt. Az egyik része az egy akadálypályának a leküzdése volt, egy 10 állomásból álló akadálypálya került megépítésre, ami elég komoly feladat volt. Ezt egy nagyméretű mezőgazdasági vontatóval kellett ezt a pályát teljesíteni, illetve volt még a gyakorlati feladatnak egy olyan része, hogy gépellenőrzés kellett végrehajtani a járművezetőnek, hogy elindulás előtt melyek azok a kötelező ellenőrzések, amiket végre kell hajtani, illetve hibákat rejtettünk el a járműveken. Ezt kellett észrevenni a járművezetőnek, hogy melyek ezek a hibák. Az országos közúthálózat kezelőjeként kiemelten fontos számunkra, hogy a közlekedésben résztvevők minden kilométert, minden métert legnagyobb biztonságban tudjanak megtenni. Ennek kiemelt része többek között a járművek felkészültsége, járművezetők felkészültsége, erre hivatott ez a mai verseny is. A Magyar Közút, mint támogató azért is van itt jelen, hiszen szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezek a járművek nem a szokványos országúti járművek, hiszen lassú járművek. Legyünk türelemmel, legyünk megértéssel az iránt, hogy azokban az időszakokban, amikor ezek a járművek az országos közúthálózaton közlekednek, nem ugyanazzal a tempóval közlekednek, mint a személygépjárművek, vagy akár a teherautók, legyünk türelemmel irántuk, és ezt szeretném kérni minden közlekedőtől. Megfosz részéről azért tartottuk fontosnak, hogy részt vegyünk ezen a versenyen, illetve támogassuk és segítsük ennek a kezdeményezésnek a minél szélesebb körű megvalósítását, mert fontosnak tartjuk azt, hogy a közúttal és a rendőrséggel együttműködve minél szélesebb körbe felhívjuk arra a figyelmet, hogy az utakon közlekedő lassú járműek, mezőgazdasági gépek,
azok rendkívül fontosak abból a szempontból, hogy ugye a földről eljusson az asztalunkra az élelmiszer. A másik oldalról pedig szintén az is fontos, hogy a termelők, akik ugye ezeket a gépeket használják, ők is minél jobban tisztában legyenek azzal, hogy milyen közlekedési szabályoknak kell megfelelni, miket kell betartaniuk, illetve hogy természetesen, hogy időnként ugye félreállva biztosítsanak, hogy akkor a személyi gépjárművekkel is ki tudják őket könnyen és biztonságosan kerülni. A Güttler Kft. Mint főtámogató van jelen a rendezvényen. Az első helyezett egy 30 napos demo lehetőséget kap a Güttler Kft. Palettáján szereplő bármelyik géppel. Ezt tudjuk nyújtani a nyertesnek. Igyekszünk minél több helyen megjelenni és minél több társadalmi célú rendezvényt szponzorálni, illetve valamilyen szinten részt venni ezekben az eseményekben. Szeretnénk, hogyha maga a közlekedés is, nyilván mint mezőgazdasági gépgyártónak fontos, hogy maga a közlekedés is, akár a mi gépeinkkel is balesetmentesen történjen. Gertz Hermélyenben első helyezést ért el 5 hibaponttal Schubert István, aki szakszijára fogják a termékcsapat, hogy gratulálsz hozzá. Dekoratív versenyszám nagyon izgalmas volt, hiszen hárman ugyanazon pontszámot értek el, de ebben az időt vettük itt alapul, ki az, aki a legkevesebb időt töltötte a pályán. Felsőbb ki az a három versenyző, aki egyforma eredményeket ért el, Bornyák Zoltán, Gergő, Tatár Viktor és Balázs Máté. Ezek közül Bornyák Zoltán, Gergő az Eudál BT-től 6 perc, 85 másodperc volt a pályán. Tatár Viktor egyéni vállalkozó 7 perc, 11 másodperc volt a pályán. Balázs Máté Bulla 2000 BT-től pedig 8 perc és 20 másodperc volt. De gratulálom Hornyák Zoltán Gergőnek, ő vitte el. Harmadik helyezést ért el összesítésben 37 hibaponttal Kornyák Zoltán Gergő Eudál BT-től. Elég hosszú volt a kész? És szerintem lesz a kollégáidnak is, mert az a második, ez pedig a bővezés. Köszönöm szépen kapitányomnak. Most felkérem Cipár Zoltán üzemeltetési igazgatót a Magyar Közúttól, hogy adja át a második helyezettnek a díjat. Második helyezettünk lett 31 hibaponttal Schubert István Attila családi vállalkozó. Köszönöm. Segíts nekem, Gábor, abban, hogy mi az első díj? Az
Az első díj az egy 30 napos próba lehetőség a Hütter Kft. Palettáján található bármely géppel, nem csak Hütter géppel, hanem kulcsozóval, vagy pedig fordultornával is. Választható gép és választható időpont. Köszönjük szépen! Első helyezett lett 29 hibaponttal Balázs Máté. Gratulálok! Ebben a magasból.